What a wonderful world. What a wonderful world. Bírom eltépítni. Na mit? Jaj! Halleluja! Utasd! De ez a fele is ilyen. Wiii! Bírom meg elszakítani. Szar vagy mi van vele? Van itt az adatban, és akkor most 1, 2, 3. Wiii! Megvan a 200-adik. What a wonderful world. Hát nem semmi egy nap volt, épp most lett vége. Nagyon szűk, nagyon családi ilyen sütegetésnek lent a Marosparton, úgyhogy a kamerát be se kapcsoltam, annyira szűk volt. Na hát ez a 200. vlog. Megértük a 200. vlogot, ami azt jelenti, hogy ma éppen 200 napja, hogy készítem ezeket a napi vlogokat. És egyre inkább azon gondolkozok, hogy lehet, hogy lazítani kellene ezeken a napi vlogokon, hogy ne minden nap készüljön ilyen vlog, hanem legyen közte egy kis szünet. Szóval maradnak a vlogok, csak egy picikét szellősebbek lesznek. És most jut eszembe, hogy péntek van, tegnap volt csütörtök, elfelejtettem a hihetetlen híreket. Ez annak is betudható, hogy ugye itthon vannak a szüleim. Mikor itthon vannak a szüleim, akkor nem csak a mi dolgainkra kell figyelni, hanem őhozzájuk is kell valamilyen szinten alkalmazkodni. Ugyebár nekik nincs itthon autójuk, úgyhogy én segítek a mozgásukban, és ilyenkor tudjátok, mikor hazajön az ember külföldről, akkor elintézi az itthoni elintéznivalóit, és apró ügyes-bajos dolgait. És hát ez így egy picit feszített ez a menet. Ez a csomag még mindig arra vár, hogy kibontsa a gazdája, illetve a címzetje. Aki nem hallott volna még róla, ezt az egyik néző küldte, Gabriellának, Gabinak. És most őt várom. Egyébként azt ígérte, hogy a 8 óra körül megérkezik, és akkor együtt itt előttetek kibontjuk, és meg tudjuk végre, hogy mi van ebbe a sárga borítékba. Hát nagyon remélem, hogy nem fog bennünket cserben hagyni. Ha mégis, akkor bocsánat, akkor megint még egy napot várni kell rá, hogy kibontsa. Senkinek nem kell aggódni az égat a világon, a vlog folytatódik, ugyanúgy, ahogy eddig. Picit szellősebbé fogom tenni ezeket a vlogokat, ami azt eredményezi, hogy nem biztos, hogy minden áldott nap, akár hétvégén is lesz majd vlog. Tegnap előtt rendeltem, és ma érkezett meg. Ennek az a neve, hogy döglött macska. Mondjuk, ha döglött macska, akkor az nem dorombol. Mindegy, az én döglött macskám az dorombol. Szóval ez a szőrös akármi itt a fényképezőgép vagy a kamerának a tetején azt a célt szolgálja, hogy ha erős szélbe vagyok kint szabadba, például, vagy menet közben akár biciklin fogom a kamerát kézben, és hát ugye ott a menet szél, vagy csak a sima szél, akkor az nem fog belehallatszódni, úgyhogy egész jó vagyunk.
Belelátszódott legalább? Ez jó hangos. Ez jó hangos volt. Basz. Na szöld is össze, igyek. Mi a gyerekkorodokat éltek, vagy micsoda? Én nem. Kis a papagány.